Autólökhárító kárpitok és ülések, főleg ilyen tárgyak találhatóak a Domboriban lerakott hulladékkupacban. Az illegális lerakat csak néhány méterre fekszik a víztől, és még közelebb van a 2014-ben átadott szekszárdi ivóvízbázis egyik kútjához. A szeméthalomban ráadásul veszélyes hulladéknak számító festékes vödrök is találhatóak, amikből egy eső veszélyes vegyi anyagokat olthat ki. Amikor az illegális hulladékot valaki úgy helyezi el, hogy benne építési törmelék, különböző életre, illetve egészségre ártalmas tárgy is található, ilyenek például a különböző vegyszeres vödrök, vegyszeres flakonok, illetve a festékes vödrök például. Ebben az esetben büntető eljárás keretében fognak azzal az emberrel szemben eljárást indítani kollégáim. Vagyis a Domboriban kirakott szemét gazdája a kiszabható legsúlyosabb büntetésre számíthat, akár 5 év börtönt is kaphat. A rendőrség szóvivője a hasonló esetek elkerülése véget, azt tanácsolja, hogy mindenki használja az ingyen igénybe vehető hulladéklerakókat. Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy számos olyan hely van Tolna megyében, ahol ingyen bizonyos mennyiségig leadhatóak ezek a hulladékok, úgyhogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. A Domborinál kihelyezett szemét miatt már a rendőrség is nyomoz, az egyenruhások kedden helyszíneltek ott.